Mozikban Susanna Bier új filmje, és hát ugye ha valami, akkor ez papíron tényleg egy levajazott sikertörténetnek tűnt. Hát miért is tűnt annak? Azért tűnt annak, mert Susanna Bier ugye ezeknek a jóféle patinás dán melodrámáknak a királynője, és hát meg is dobták egy Oscarral, egy idő után már meg kellett, az egy jobb világért kapta az Oscart. A főszereplő, a napos oldal nyerő párosáról van szó, ugye Bradley Cooperrel és Jennifer Lawrence-ről, és tehát ugye Jennifer Lawrence, akárcsak Susanna Bier egy Oscar-díjat magáénak mondhat, dacára költő ilyen fiatal korának, úgyhogy hát ez egy olyan csomag, amitől csak is jót vártunk, és hát nyilván a pénzügyi befektetők is jót vártak. Serena című film, és hát mindehhez ugye ott van még a háttér, a patinás háttér, ugye Amerika 20-as, 30-as, inkább a 30-as években, egyfelől ugye a nagy gazdasági világválság, másfelől pedig ez a késő cowboy vadon élet, amit megpróbál ugye a film hozni, és hát középen pedig ugye ez a fotogén színész páros. Did you find a wife or a partner? Both. Mi romolhatna el ebben az összetételben? Nagyjából minden. Egyébként tényleg már az is ilyen túlzása, hogy ez a vad, ilyen késő vadnyugati világ ábrázolva van, hogy a komoly, meglett férfiak, ugye az egyik kezükben fejszével, a másik kezükben pedig egy ezüstözött Winchester puskával járnak dolgozni. A nők egyszerre kemények és hanvasak, a hanvasok a havasokban, lehetne ez is akár a film alcíme, szerencsére nem ez lett, de a film körülbelül ezen a szinten van. Egyébként volt egy nagyon hasonló hangulatú filmje annó Brad Pittnek is, hát ugye ez a fiatal voltam, kellett a pénz kategória, ugye ez volt a Szenvedélyek viharában, vagy a vihar a Biliben, szóval volt benne szenvedély, volt benne vihar, és volt benne Brad Pitt, meg azt hiszem egy nagy medve is volt benne. Egyébként ebben a filmben is, a Serenában is, ugye a Susanna Bier új filmjében, mert ugye erről beszélünk, ebben is van, mi is van. Tehát ugye Bradley Cooper Brad Pitt helyett, Jennifer Lawrence, és ebben is van egy nagy medve, továbbá van egy csomó csörgőkígyó. Egyébként azok a filmek, amikben szerepelnek csörgőkígyók, nekem általában tetszeni szoktak, vagy hát legalább két ponttal én nagyobbra értékelem azokat. És hát nagyon sok szenvedély. Don't forget about everything, Marija. I'm doing this for us, George. For our new world. De hát az egész olyan tényleg, mint ahogy ezt Móriczka elképzeli, vagy ahogy a Susanna Bier, a dán rendezőnő elképzeli, nem tudom, egy reggeli latte macchiato mellett, tehát ezt a vad, érzelmes, de közben az érzelmekkel ilyen visszafogottan bánó életet, a férfiak tényleg így a fókat összeszorítva éreznek, vagy hát így ők most nagyon szenvednek, de nem mutathatják, ugye Jennifer Lawrence ez a egyszerre hangos és erőt sugárzó femme fatale, hát, vagy fatál, hát ez egy majdhogy nem fatális tévedés ez a film, egy ilyen nagyon felemásra sikeredett gics, ahol tényleg így, ha egy könycsepp így elkezd lefúzni egy orcán, akkor azt megmutatja a kamera, megbizony. És hát annyit még fel lehet hozni Jennifer Lawrence védelmében, hogy nagyon, nagyon szépen göndörödnek a lokniai, ugye nagyon, tehát egy nagyon erőteljes fodrász teljesítvény van mögötte, fodrászilag amúgy teljesen rendben van a Serena, sőt kimagasló alakítás. Egyébként a színészek hajlamosak így kedvelni ezeket a 10-es, 20-as, 30-as évek Amerikában játszódó filmeket. Valószínűleg a frizura miatt, tehát itt alkalom adódik. Például ugye Kerry Mulligan a Nagy Gatsby-ben, neki is milyen menő frizurája volt. És mondhatnék. Egyébként a színészek rendben vannak, ugye szegények, szegénykék, úgyhogy ez szerintem ez 10-ből nem több 3-nál. A jó film nem feltétlenül pénzkérdés és nem feltétlenül tehetség kérdése, ez most éppen kiderül, mert a héten itt van a Tomorrowland, a Holnapolis című film, melyet úgy reklámoznak, hogy itt van George Clooney új filmje, és tényleg George Clooney új filmje, melyben George Clooney elég keveset szerepel, vagy legalábbis nem annyit, amennyit mondjuk a női szívek várnának. Látni akartad Holnapoliszt. Már közelek. A Holnapolis rendezője az a Brad Bird, ugye, aki animációs filmekkel indult, ugye Pixaros csávó, és ugye a Pixart azt megtanultuk, hogy ők azok a fickók, akik egy seprődést meg tudnak új rajzolni, hogy az izgalmas legyen, hogy annak emberi érzései és problémái legyenek, és ugye amikor nézem, a bámulom, a vásznak elvarázsol, tehát ugye ebből a csodagyárból jött az a fickó, aki olyan műveket jegyez, mint a Superhaver, a Hihetetlen Család, vagy éppen a Lecsó. El kell vinnie oda! Mégis, hova?
Hol szerezted? Ki vagy te, kölyök? Mindig gyanúpörrel szoktunk azokra az animációs filmesekre nézni, akik csak egyszer csak azt mondják, hogy na, eljött az idő, csináljak egy élő szereplős filmet, mert ugye ez egy teljesen más műfaj. Tehát úgy, az animációban megírják a könyvet baromi jól, megtervezik storyboardokkal a dolgot, és ugye nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt és időt belefektetve megrajzolják az egészet, nincsenek felesleges jelenetek. Most ugye egy élőszereplős filmnél ugye bármi megtörténhet, improvizál a színész, ered az eső, jön a füst, és alapvetően sokan elcsodálkoztak, hogy a Mission Impossible negyedik részét, ugye ezt a Brad Bird nevű animációs filmrendező kapta meg, és aztán még nagyobb volt a csodálkozás, amikor kiderült, hogy ez a hogy nem csak, hogy a keleti pályaudvar fölött a film elején első van a kamera így, hogy vuss, és van egy kis akció Budapesten, hanem hogy ez lett a legjobb Mission Impossible film. Annyira felébresztett ezt a franchise-t, hogy készül az ötödik rész is, de térjünk vissza ugye Brad Birdhöz, a hét rendezőjéhez, aki leszerződött a Disneyvel, és megcsinálta ezt a Holnapolis című művet, ami őszintén szólva zavarba ejtő. Tehát megfásult kritikusként is ugye igenis szeretek moziba járni. Igen, szeretem, amikor beülök, és akkor megtörténik a varázslat, elemel engem ebbe a mindennapi, úgymond kicsit ilyen lenyomós valóságból a mozi, és ugye ez nem kell sok, hogy egy nézőt egy nagy vászon el lehessen varázsolni. Hangulat kell, zene kell, tempó kell, mese kell. És ebben a filmben ez csomószor megtörténik. Csomószor ott ülök a székben, és azt mondom, jó, hát figyelj. 130 perc a film, de hát nem unom, mert végül is történnek dolgok, iszonyosan látványos, látszik, hogy Isten pénzét beletömték ebbe az egészbe. És ez még mind semmi. És én nagyon szeretem a science fiction műfaját, és ugye múltkoréban születtek egy-két jó ilyet, hogy mondjam, nem csak olyan science fiction-ök, amelyek mondjuk egy Dajka mese, vagy az erőről szól, ugye, mint a Star Wars, nem csak Puldusza van, vagy mondjuk egy ilyen utópia, mint a Star Trek, hanem hogy próbáltak adni egy kicsit valamilyen társadalom kritikát, vagy valami bele volt fogalmazva, valami egyetemes, ugye. Itt volt a Christopher Nolannak a Csillagok között az Interstellar című, amit ugye nem szeret mindenki, de én nagyon szeretek, nem baj. És ugye visszakölt a mozikba 2000 Eurodüsszel is, amelyik nagyjából ezek a filmek arról, magáról az életről szóltak, az, mi az élet értelme, hogy ugye egy ciklikusság van, és megszületünk, meghalunk, és akkor minden megy körbe. Ugye ezt már nagyon sok esztét a tudós irodalom már elmondta, művész megalkotta, ábrázolta, de nem baj, ha van ilyen. Amikor megfogtam a kitűzőt, láttam egy helyet. Na most itt van ez a Holnapolis, amelyik alapján valami ilyesmit szeretne, vagy legalábbis szerettet volna nyomokba. Harcolj a holnapért. Itt akkor adódik egy feladat, hogy itt meg kell menteni a világot. Ez van George Clooney kis csávó formában, George Clooney nagypapa formában, és van egy szőke tini lány formában, aki ezzel így megküzd. És akkor kiderül ezek a holnapoliszosok, ezek nem is tudom, kik ez, ember, vagy föld, vagy egy másik dimenziónak magyarázzák, hogy kivel van, az itt eléggé zavaros. Lényegében, hogy ott a valamilyen főnöki pozíciót töltve a Dr. House-ként elhíresült Hugh Laurie, aki ráadásul még csak nem is zenél, hanem szónokladokat tart a megfoghatatlanról, a blabla, a nem tudom, tehát így kb. Mint amikor mondjuk, amikor az ember kocsmában van, és találkozik, és azt hiszem, nagyon sok minden értelmeset beszél, az kiderül, hogy mégse, ha mondjuk, ha esetleg fölveszi és visszahallgatja. Tarts ki! Nem tudom, ha egy ilyen sztorigyártó szoftverbe összekutyulták volna a dolgokat, és akkor rakjuk bele látványt, fantát, tehát mégis minden, az a döbbentes, hogy minden benne van a filmben, amitől jó lehetne. Még a jó szándék is benne van, lelkesen csinálják, hajrá, tehát hogy az embernek igazából haragudni sincs kedve rá. De basszus, ez nem változtat azon a tényen, hogy ez egy középszintű semmi. Basszus,
Még nem akartam szeretni ezt a filmet. Tehát most hogy adjak ennél erre 5 pontnál többet? Te akartad látni Holnap Újst. Megérkezett.